Nem feltűnő a nap elmúlt tetején. Itt még az előkészületek zajlanak a Gyulai Ifjúsági Központ születésnapi rendezvényén. Két éves volt ugyanis hétfőn a szervezet. Ebből az alkalomból tematikus napot rendeztek a központ székházában. Pleskonics András, azaz Dr. Rock egy interaktív rock történeti előadás segítségével mutatta be a rockzene és a média kapcsolatát. Maga a rock zene az egy médium. Tehát maga a rockzene közvetíti a társadalmi jelenségeket, abban olvasni lehet, úgy is, hogy a napi sajtó, úgy is, hogy a szakmédia, meg úgy is, hogy a populáris divat újságok leképezik, vagy fölhívják a figyelmet, gerjesztik, vagy éppen a presszió ellenében átszurkálják azt a búrát, ami alá be akarják nyomni bizonyos társadalmi szituációkban ezt a szegény, szerencsétlen rockzenét. Látószögben a Jövőképünk címmel a média világába is belekóstolhattak a fiatalok, saját kezülek készíthettek videóanyagokat, újságcikkeket, riportokat. Megmutatták a kamerák használatát, úgyhogy nekem ez egy teljesen pozitív tapasztalat volt, hogy én előtte már videóztam, de nem olyan eszközökkel, itt pedig kipróbálhattam fejlettebb, korszerűbb kamerákat akár. Ezeket az anyagokat a későbbiekben az iskolákban is láthatóvá teszik, melyeket osztályfőnöki órákon elemeznének ki a gyerekek. Igyekszünk teret biztosítani a fiataloknak esetlegesen, ha van erre igényük, az írásaik, a fotóik, esetlegesen a saját maguk által készített videók megjelentetésére, és ennek keretében elkészítjük ezeket a kisfilmeket is pluszba, amiket majd később Gyula és a környékbeli általános iskolák rendelkezésére fogunk térítésmentesen bocsájtani. A két éves születésnap második részében koncertet adott a Gyulai Ifjúsági Fúvózenekar, és egy könnyű zenei program zárta a napot. A szervezet eddigi működése azt bizonyítja, szüksége van a fiataloknak egy ilyen közösségre. Programok szempontjából, programszervezések szempontjából szükség van, tanácsadás szempontjából is, mert nagyon sok fiatal nem csak továbbtanulás, nem csak nyári diákmunka, hanem életvezetési problémákkal is keresnek meg minket jó sokan. Azt is tapasztaltuk igazából, hogy vannak olyan fiatalok, akik igazából nem tudnak mit kezdeni magukkal, tehát csellengenek. Részükre szoktunk programokat biztosítani itt a házba is és az oktatási intézményben. A Gyulai Ifjúsági Központ a nyár folyamán is több programmal várja majd a fiatalokat.